Értelmi fogyatékossággal élők műsora színesítette az állatpark előtti területet hétfőn délelőtt. Ekkor rendezték meg 18. alkalommal az Ez a mi napunk című családi napot. Ez lehetőséget ad arra, hogy a családok, kisebb közösségek és a távolabbi településeken lévő intézmények találkozzanak, a sérült emberek kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy tartalmas napot töltsenek együtt. 15 állomásunk van, kézműves foglalkozástól, arcfestésen át, lufi hajtogatásig, vetélkedőig, sport és ügyességi játékokig, illetve természetesen hát vannak egészséges életmódra állomásaink, illetve hát egy kis vendéglátással is kedveskedünk, amit természetesen a Michelin ajándékozott nekünk. Nem csak megyünk, bent lakásos intézményeiből érkeztek fiatal és felnőtt fogyatékkal élők, Budapestről, Jász-Nagykun Szolnok megyéből, sőt országhatáron túlról is jöttek erre a napra. Ez ragyogó alkalom arra, hogy újra megéljük az összetartozásunkat. Két év után újra megvalósul ez a nagyszerű rendezvény. Köszönet érte a szervezőknek, az önkénteseknek, illetve hát az állatpark vezetésének, hogy ezt évről évre lehetővé teszi. Reméljük, hogy most már nem kell szünetet tartani, és elérjük a 20-as évfordulóját is ennek a nagyszerű rendezvénynek valamikor a közeljövőben. Előzetesen közel 2500-an regisztráltak a rendezvényre, a bejáratnál pedig már közel 3000-en vártak arra, hogy beléphessenek a nyíregyházi állatparkba. Ugye nekünk nagyon lényeges, hogy eljusson az, amit csinálunk, mindenkihez. De hát meg is kell élnünk valahogy, tehát belépőjegyért adjuk a szolgáltatásainkat, bár én azt szeretném, hogyha mindig nyitva lennének a kapuk, és jönne be mindenki, de ezt nem tehetjük meg, mert fenn kell tartani a parkot. Viszont vannak mindig olyan napjaink, amikor megpróbálunk bizonyos csoportoknak segíteni, hogy eljussanak hozzánk. Ez a legrégibb hagyomány, hogy a fogyatékkal élőket szeptemberben a Fogyatékosok Világnapján fogadjuk, és ők ilyenkor térítésmentesen jöhetnek be a parkba, illetve számos olyan programon vehetnek részt, ami csak itt és csak most látható. Az országos lefedettségű több mint 22 000 egyéni és közel 100 jogi tagból álló értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége elsődleges célja az érzékenyítés mellett, hogy támogassa az érintettek önálló és teljes értékű életvitelét.